Hogyha néhány héttel ezelőtt a fesztivál szezon kellős közepén jöttünk volna ki ide a Vadkerti tóra, akkor biztos, hogy sokkal-sokkal többen fürdőztek volna, vízibicikliztek volna, meg tele lett volna emberekkel a part. Viszont most már ősz van, a gólyatáborok ideje van, és a sziládisok tartják ezen a héten a gólyatáborukat. Rendhagyó módon nem Fehértón, hanem itt a Vadkerti tó partján. Hogy kerültek ide, azt mindjárt meg fogjuk kérdezni ettől a hölgytől és ettől az úriembertől, akiket úgy hívnak, hogy... Szakál Benedek. Somogyi Fanni. Tudtátok-e, hogy ez most egy egészen új helyszín, hogy korábban a szilárdis gólyatáborok nem itt zajlottak? Igen, tudtuk, mert a nővérem most lesz 12-es, és neki Kiskunfehérton volt eddig a gólyatábor. Milyen a helyszín? Hogy fogadtátok, amikor megtudtátok, hogy ide kell jönni? Hát én Vadkerti vagyok, és én már teljesen ismertem ezt a helyszínt, úgyhogy én nagyon örültem neki. Na, hát akkor ez hazai terep, gyakorlatilag te fogadtad akkor a többieket, mit mutattál itt meg nekik a tóparton? Hát tegnap este csináltunk egy éjszakai túrát, és ott nagyon jó volt. Mi vezettük a többieket. Milyen eddig a gólyatábor számodra? Eddig nagyon jó, nagyon jók a programok, és jó a társaság is, jól érezzük magunkat. Hogyan telt az első nap, amikor megérkeztetek? Milyen volt? Az első nap még kora délután nem volt olyan sok program, de az éjszakai túra nagyon jó volt. Milyen izgalmakat tartogatott a túra? Hát a tavat megkerültük, és nem lehetett sok mindent látni, de elég szép helyen jártunk. Meg a túra közben megnéztük a kilátót, aztán visszamentünk a szállásra. Mennyire volt fárasztó számotokra ez az éjszakai kaland? Hát ez nem volt olyan nagy táv, nem volt vészes. Mi történik most itt a parton? Azt látjuk, hogy különböző kis csoportokban gyűltetek össze. Mi történik? Igen, tagozatokra vagyunk most bontva, és ilyen a tanárok ilyen játékokkal készültek nekünk, és azokat fogjuk most csinálni. Miért jó maga a gólyatábor? Miért jó itt lenni? Hát megismerhetjük egymást, és így nem az iskolában kell ismerkedni, hanem itt össze tudunk egy kicsit hangolódni. Mennyire érte el a foglalkozás a célját? Hát szerintünk nagyon jó eddig a gólyatábor, várjuk már a holnapot, de szerintem nagyon jó. Már az első barátságok kialakultak, megszövődtek? Igen, már néhány embert megismertem. Milyen bekerülni egy új közegbe? Mire kell odafigyelni, amikor egy új társaságba bekerül az ember? Hát az első benyomásra. Fontos, hogy legyen nyitott az ember is. Én azzal kezdtem, hogy bemutatkoztam, akikkel nem egy szobába, mert egy szobába csak egy régi osztálytársammal voltam, de akik mellettünk laktak szobákba. Tehát én egy szobába csak azzal voltam, akit már ismertem. És milyen lesz a társaság, milyen lesz az osztály? Még mindenkit nem ismerek, de szerintem jó lesz. Hogy látod, milyen lesz a csapat? Szerintem nagyon összetartóak leszünk, és nagyon együtt tudunk majd dolgozni. Újabb feladat a sziládisok gólyatáborában itt a Vadkerti tó partján, csupa izgalom. Hogy mi a feladat, mit lehet itt csinálni, azt a mellettem álló hölgyek fogják elárulni. A neveteket először mondjátok meg, léci. Szilágyi Gabriella. Pauna Petra. Most egy ilyen próbakört játszanak a többiek, mi a feladat nagyjából, mit kell csinálniuk? Hát a köteleken belül kell ugrálni, mivel ha kívül ugrálnak, akkor megeszik őket a krokodilok. Ó, milyen izgalmas kaland, itt ilyen érdekes dolgokban lehet részt venni nálatok? Hát igen, egyébként nagyon sok program van, ugye a végzősök is kitalálnak nekünk valamit. Most este például felkeltettek minket futni, ilyen hajnali 3 körül. Az kemény. De vannak ilyen közös programok is, beszélgetünk meg minden, meg az áhítatok étkezések után. Kicsit most itt a fa tövében pihengettetek, amíg meg nem kezdtük az interjút. Miért volt ez, miért nem szerepeltek a játékokban? Hát kicsit gyengelkedünk, de egyébként biztos elmúlik majd. Ez a tesiből felmentett kategória most. Igen. Itt a gólyatáborban. Igen. Amikor éppen nem gyengélkedtek, akkor miben vettetek részt, milyen feladat volt, ami például legjobban tetszett neked? Hát mondjuk jó volt az éjszakai túra, és sokkal több ijesztésre vártam, de egyébként nem volt annyira ijesztő, csak ennyi. Majd pedig hogyan telt, mivel indul például a napotok? 7-kor keltettek. Aztán bemelegítést csináltunk, aztán volt a reggeli, utána pedig énekeket gyakoroltunk, és áhítat volt. Aztán jöttünk ide.
Egyébként ti barátnők voltatok, barátnők vagytok, vagy most csak a gyengelkedés hozott össze? Egyébként ismerjük egymást egy nyáron így egy ideje, ugye egy osztályba kerültünk, de egyébként előtte nem ismertük egymást. Tényleg, amikor megtudtátok, hogy kik lesznek az osztálytársak, akkor ez ilyenkor hogy működik, hogy Facebookon rákeresünk, írunk neki, megnézzük, hogy kik lesznek, vagy hogy van ez? Igen, és van egy, csináltak egy közös csoportot, amiben mindenki bele lett téve, és akkor ott beszélgettünk, és aztán volt ilyen osztálytalálkozónk is, és akkor így már nagyjából megismertük egymást, vagyis hát nem mindenki ott áll, de azért voltak páran. Amikor megláttad az osztálytársakat a Facebookon, akkor már úgy sejtetted nagyjából, hogy aha, vele fogok barátkozni, ő annyira nem szimpi, vele nem? Nem. Hát igazából így az elején senki nem volt szimpatikus. De kemény. De... És aztán? De egyébként nincs már ilyen, hogy nem szimpatikus valaki, így az osztályból, szóval már nincs vele probléma. Na akkor ebből mi a tanulság ebből a történetből, hogy szabad így elsőre ítélni a profilképek alapján? Nem. Na náhogy nem. Barátnők vannak már? Van olyan, aki mellé például nagyon szívesen leülnél majd az iskolapadba? Igen, vannak, így ismerkedünk, meg minden, de egyébként így az osztályjal így mindenkivel jóba vagyok, meg minden, de igen. Mik az első benyomások? Milyen hangulatú lesz ez az osztály az elkövetkező években? Szerintem jó lesz. Vannak azért az osztályban ilyen kisebb csoportok, ugye, hogy kikkel barátkozik, úgymond, de mindenki jóban van. De szerintem jó lesz. Úgy tűnik, hogy humoros feladatokból továbbra sincs hiány itt a Szilárd és Gólya táborban. Egy segítővel, Szabival fogunk beszélgetni, aki gyakorlatilag visszatérő vendég a pontban. És van egy gólyánk, akit úgy hívnak, hogy... Mákruzsina Anna. Na, Anna, akkor mesélj először, te légy szíves arról, hogy hogy érzed magad, és mi történt veled eddig a táborban. Nagyon jól érzem magam, ez a hangulat iszonyú jó, és igazából sok csicskáztatás történt, főként a tesi órákat nyár alatt, amit ugye elmulasztottunk, azt itt befótoltuk rendesen, és ennyi. Milyen jellegű feladatok voltak? Mit kellett mozogni, amiben így elfáradtál? Hát kellett a pályát körbefutni, akkor négy ütemű fekvőtámaszokat nyomni, akkor sűrűen fekvőtámaszt nyomni, meg... Googleások voltak, meg törpézés, főként gombkereséssel. Azt mondták itt a felvétel előtt, hogy te egy segítő vagy. Mik a segítőknek a feladatai, mit kell csinálni egy segítőnek? Terveztünk egy programot, ahhoz próbáljuk tartani magunkat, illetve ezen felül az iskola is létrehozott egy programot, amihez mi igazodni próbálunk, és hát szeretgetjük a kicsiket. És különböző gonosz feladatokat így eszeltek ki közben, vagy erre nincs jogosultságotok? Volt rá, azt tegnap este megtettük, volt egy jó kis éjszakai ébresztés, kipakolás, stb. Jelenleg most már ilyen barátságos feladatok vannak, pólókészítés, próbáljuk a kreativitásukat előhozni. Te, aki már régebb volt a Szilárd is, vagy hogy látod, milyen az utánpótlás, milyenek a mostani gólyák? Nagyon jó, nagyon kiváló, lehet jobbak lesznek, mint mi. Ó, ezek nagy szavak. Na, ne. Mi volt az a leggonoszabb feladat, amit a legkevésbé volt kedved mondjuk megcsinálni? Hogy fel kellett kelni hajnalban. Amúgy nem vagy koránkelő típus? Nem, általában délig alszom. Hú, hát az iskolai időben azért majd vicces lesz. Hát, iskolai időben fel kellett, mert tudom, hogy kell. De ha lehet, akkor alszok. Milyenek lesznek az osztálytársak? Gondolom, hogy azért már egy kép kialakult így az osztályról. Hát, nagyon jó. Imádni fogom őket. A hangulat nagyon jó lesz szerintem. Nagyon összhangba vagyunk. Mert a zenéslősünk például egyező nagyjából, és el is tudunk beszélgetni, meg már így a nyár alatt is találkozgattunk, úgyhogy jó lesz. Kérdeztem a többiektől is, hogy ha valaki bekerül egy új csapat, egy új osztályba, akkor minek kell odafigyelni a bemutatkozáskor, hogyan tudod menedzselni magad a lehető legjobban? Hát barátságosak legyünk, figyeljük, amikor bemutatkozunk, hogy miket reagálnak, főként, hogy egyes esetekben, hogy tetszik nekik, vagy nem, de főként, hogy önmagunkat adjuk. Az előző feladatot éppen elcsíptük, Ropi volt a szátokban. Mit kellett vele csinálni, vagy mi volt a feladat? Hát Ropira kaptunk egy percet, amit így sorrendbe át kellett adnunk, és meg vissza is, és hát... Nehéz dolog? Nagyon. Mi a technika, mivel lehet megoldani ezt könnyedén? Hát ez titok. Szabi, ez a feladat annyira nem feküdt neked, sokat gyere azért sikerült. Mi volt a nehézség? Nem csak ez az összes.
Hát volt egy kis magasságbeli, meg nem igazán szoktam a számmal ilyeneket játszani. Igen, azt láttam, hogy sokkal magasabb voltál, mint a melletted álló. Hogyan oldottátok meg végül? Lehajoltam. Jaj, de kreatív vagy, nagyon-nagyon. Mit terveztek még a kicsiknek, mivel tudjátok még szebbé tenni az itt tartózkodásukat? Szeretnénk velük összeállítani a Gólya Avatónak a műsorát, és ehhez készítettünk elő különböző feladatokat, plusz lesz nekik még egy kis tesi óra is. Hogyan látod, milyen lesz az elkövetkező néhány év a Szilárdiban számodra? Hát egy emlékezetes, és szerintem a legjobb éveim